A rendezvényt az óvodások műsora nyitotta. A kulturális bemutató részvevőit Holdosi Né Varga Zsuzsanna, az Inotai Tagiskola tagintézmény vezetője köszöntötte. A kultúra nem valami fentől dolog, nem a messzi magasban keresek számára legfőtérzált, hanem a mindennapi élet szerves része, mondta Spiro György. Természetesen a kultúra része mindaz a tudás, ismeret, alkotás, amit már óvodáskorban megtanulnak a gyerekek, és ez bővül, remélhetőleg életünk végén. Kultúra nélkül úgy gondolom, hogy szegény, sivárgó életünk. Az Inotai Tagiskola mióta rendezi meg a kulturális bemutatóját? Hát ennek már eléggé nagy hagyománya van, több évtizede megrendezzük minden évben, május végén, június elején. Ez gyakorlatilag egy szakkörzáró nap volt, illetve hát a gyerekeknek a egyéb szabadidős tevékenységeinek a bemutatása, mert nagyon nagy szorgalommal és igyekezettel készülnek mindig. Az elmúlt évek alapján milyen visszajelzések érkeztek a kulturális bemutatóról, illetve mekkora az igény a szülők, a diákok részéről, hogy megrendezzék ezt a bemutatót? Hát, mint a teremben is látszik, most már kinőttük a faluházat is. Nagyon örülünk neki, hogy nagy az érdeklődés, szívesen jönnek a szülők megnézni a gyermekeiket, és egyre többen nagymamák, szomszédok kíváncsiak arra, tehát büszkék a gyerekek arra, hogyha itt felléphetnek, vagy éppen kiállításon megnézhetik a munkáikat. Lehet-e tudni, hogy idén pontosan milyen szakkörökig mutatkoznak be? Szinte minden szakkör valamilyen formában bemutatkozik. A műsorban azok a szakkörök lépnek fel, akiknek valamilyen verbális produkciójuk lehet, énekkar, angol szakkörök, aztán bábszakkör, és az osztályoknak különböző kis műsorösszeállításai. Ezen kívül, hogy teljes legyen a paletta, készítettünk a kisteremben a művészeti tantárgyakhoz kapcsolódóan egy kiállítást, itt a rajz, technika, parkát szakkörön készült munkákat lehet megtekinteni, illetve van egy tehetséggondozó szakkörünk, ami most a csillagok projektet dolgozta fel, és az ő munkáikat lehet megnézni. Ezt kiegészíti még a kis filmösszeállításunk, amelyben lehet látni azt, hogy a barlangás szakkörön hol jártak a gyerekek, illetve a különböző egyéb szabadidős tevékenységek. Faddomboriban voltak a felsősök szeptember, októberban, tehát ebből egy kis összeállítást készítettünk, hogy teljes legyen az év. Hamarosan itt a vakáció a gyerekek legnagyobb örömére. Milyen évet zárt az iskola? Én úgy gondolom, hogy nagyon eredményes évet zártunk. Amit célkitűzésként évelején elhatároztunk, az megvalósult. Hát természetesen még vannak évvégéig, tehát június közepéig teendők, illetve hagyományosan minden évben egy alkotótáborral, illetve most egy elmenő sátortáborral fogjuk még zárni az évet, ahol tanulóink vehetnek részt ezen a kis egyhetes szabadidős tevékenységen. A megnyitó beszédben említette, hogy több pályázaton vettek, illetve vesznek részt, melyek ezek?
Most zárult le az ökotárs pályázata, ahol fásításra pályáztunk. Nem sikerült az első hétbe bekerülnünk, 8-ak lettünk, úgyhogy nagyon reméljük, hogy Vigaszágon be fogunk kerülni. Itt 500 000 forintot lehet fásításra nyerni, és most futó pályázatunk szintén egy szavazós pályázat. Interneten lehet szavazni, a Let's Color festék koncernek a pályázata, és itt pedig a minden kategóriában az első helyezett az iskola teljes külső festéséhez szükséges festéket megkaphatja, illetve még látványtervek alapján, tehát ki is festik. Ezt nagyon szeretnénk megnyerni, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha ebbe a városnak a lakossága is bekapcsolódna, és szavazna ránk, minden nap lehet egyszer szavazni, ehhez fel kell menni a Let's Color-nak a honlapjára, aktiválni kell a regisztrációt egy alapdíjas SMS-sel, és utána pedig minden nap már ingyenesen lehet szavazni. Az ovisok után az iskolások is színpadra léptek.